Ebben a nyíregyházi kertészetben egymás mellett sorakoznak a színpompás petúniák. Az egyik eladó Kópis István azt mondta, szinte valamennyi kertesháznál megtalálhatóak ezek a virágok. Most azonban engedély nélküli géntechnológiai módosítással előállított narancssárga virágú petúniák kerültek forgalomba több uniós tagállamban, köztük Magyarországon is. Hallottunk a génmódosításról, de nálunk itt az oázis kertészetben nincs narancssárga petúnia. Nálunk csak a hagyományos színek vannak. Oroszni Egresi Ágnes többek között a petúniákat is szemügyre vette, kertjében mindig színpompás virágok vannak. Szokott lenni petúnia, sőt most is van, minden évben szinte, mert maguktól is kikelnek nekem a kertbe, de narancssárga génmódosítósról még nem hallottam sohasem. A genetikai szennyezés miatt a NEBIH is intézkedett. Azon a hatája a forgalomba hozatali tilalmat rendeltünk el a narancssárga virágú petúniákra az ország teljes területén. A forgalmazók között is kötelesek gondoskodni az ilyen növények megsemmisítéséről. Ez történhet saját, vagy más a hatóság által kijelt területeken, aprítás és komposztálás útján, illetve emellett minden forgalmazótól azt kértük, hogy nyomon követhető módon értesítenünk kell a tiltásról a forgalmazói láncban az eladótól a vevő irányába, utána következő partnereit. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon vannak azok a nagy forgalmazók, amelyek az Európai Unió országaiból szaporítóanyagot hoztak be, vagy betőmagot, vagy egyéb más formát a szaporítóanyagnak. Ők ebben az értékesítési rendben kötelesek felhívni figyelmet erre, hogy a petúniákat be kell gyűjteni, meg kell semmisíteni. A petúniák közvetlen veszélyt nem jelentenek a környezetre, emberi egészségre, csak az illegális módosítás miatt szükséges a virágokat megsemmisíteni.